éppen most kettővel bejjebb mentem, és mondom, hogy hol volt gond. Jó, beszélj. A féket most nem betesszük ide, mert ölt az már jó lehet. Ez már jobban sikerült egy kicsit, mint az első szabad edzés. Azt vártam, amit kaptam az autótól, nem akarom ismételni magam. Nem feszegettem a határokat, mert egyszerűen az alap dolgok még nem stimmelnek. Tehát nem jól állunk, ami a fékezést és a kigyorsítást illeti. Tehát a beállítás érdemi részével hát valószínűleg az időmérő előtt nem fogunk tudni foglalkozni. Ezért én nagyon örülnék neki, hogyha ezt a teljesítményt ezt meg tudnánk ismételni időmérőn. És a célom az az, hogy valahogy beverekedjem magam az időmérő második felébe. Tudom, hogy nagyon nehéz dolgom lesz, de azt is tudom, hogyha ezeket az apró dolgokat időmérőig ki tudjuk küszöbölni, akkor jó esélyünk lehet. Jó volt végre vezetni a saját autómat verseny hétvégén, ez mégis más, mint a teszten. És az, hogy technikai probléma nélkül kibírtuk, az már egy nagyon jó lépés a megfelelő irányba. Úgyhogy örülök, és hát köszönöm a fiúknak is, mert tudom, hogy szerintem az elmúlt 3 napban aludtak annyit, mint egy éjszaka kellett volna. 7 nappal átéve dolgoztak, és hát nagyon remélem, hogy valamit ebből a sok munkában most vissza tudok nekik majd adni.